300 új munkahely jöhet létre, Étichiga feldolgozó és fagyasztott tészta termékek egy gyártó üzem alapkövét tették le Kisvárdán. Gazdaságosabb energiafelhasználás, 110 millió forintból újult meg a kisvárdai járási hivatal 3 épülete. Kívül-belül korszerűbb, megújult a Városi Rendelőintézet Nyíregyházán. Étichiga feldolgozó és fagyasztott tészta termékeket gyártó üzem alapkövét tették le pénteken Kisvárdán. A Kölcsey Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A 6,5 milliárd forintos beruházással 300 új munkahely jöhet létre. A 12.000 négyzetméter alapterületű élelmiszeripari létesítmény építését 2018. júniusában fejezik be. A gyárban 100%-ban exportra termelnek majd. Zalaszentgrót után Kisvárdán is gyárat üzemeltet jövő évtől a Burgony Gasztronomi Kft. Hazánkban. A Szabolcs megyei településen 100%-ban exportra készítenek majd termékeket, amelynek elsődleges piaca Franciaország lesz. A 6,5 milliárd forintból épülő gyárban élő étichiga és fagyasztott tészta termékek készülnek majd. A fagyasztott tésztafélék felhasználása az utóbbi években Magyarországon is rendkívül népszerű lett. Ezzel a termékcsaláddal tehát nem mondok Önöknek különösebb újdonságot. Bizonyára sokan nem ismerik azonban, hogy az előbbi iparágnak, a csigafeldolgozásnak viszont komoly múltja van hazánkban. Ha találomra megkérdeznek Önök közül valakit, kóstolta-e már, tudja-e milyen az íze a csigának, bizonyára zavarba jönnének, és a válaszuk nem lenne. Amíg más tájain a világnak, például Franciaországban az egyik legkeresettebb ingyenségek közé sorolják az előfőzött, pácolt, fűszeres vajjal ízesített, saját házában visszatöltött burgundi ízlés szerint elkészített étichigát, a Magyarországon is sokak által a természetben gyűjtött csiga fogyasztása szinte ismeretlen nálunk. A kisvárdai fejlesztés egy új irányt mutat a jövő, a kiválóság és a külföldi piac felé. Ezt a település polgármestere Leleszi Tibor emelte ki a rendezvényen. A 12.000 négyzetméter alapterületű élelmiszeripari létesítmény a legkorszerűbb technológiát alkalmazza majd. Magyarország erős és szilárd ország, ez bizonyítja az is, hogy ennek a régiónak is folyamatosan nő a versenyképessége, amelynek egyaránt szereplői a magyar és külföldi befektetők, közölte a Nemzeti Fejlesztési Miniszter. A Burgony Gasztronomi Kft. Értékteremtő, munkahelyteremtő vállalkozás. Az új gyár Kisvárda életének szerves része lesz, 300 új munkahelyet teremt a régióban, a fejlesztéssel a megye gazdasági szempontból is nyer. Büszkék vagyunk, hogy egy olyan cég választotta Kisvárdát, amely több évtizedes tapasztalattal és nagy szakértelemmel rendelkezik, valamint a magas minőség és folyamatos innováció iránti elközelettségéről is ismert. Az alapkő elhelyezése után elkezdődik az építkezés, amelyet a tervek szerint 2018. júniusában fejeznek be a Szabolcs megyei településen. 110 millió forintból újult meg a kisvárdai járási hivatal 3 épülete. A beruházások a megyei kormányhivatalt érintő 1,7 milliárdos energetikai fejlesztésekre szánt keretből valósultak meg. A hatékonyabb energiafelhasználásból keletkező megtakarítást további korszerűsítésekre fordítják majd a megyében. Új szigetelést és nyilázzárókat kapott a kisvárdai járási hivatal földhivatali osztályának az épülete. Az ingatlant napelemekkel is felszerelték, illetve fűtési rendszerét is korszerűsítették. De hasonló módon megújult a járási hivatal foglalkoztatási osztályának, valamint irattárának az épülete is, összesen 110 millió forintból. A beruházásokat a megye több mint 20 kormányhivatalát érintő 1,7 milliárdos épületenergetikai fejlesztés keretében valósították meg. A felújításoknak köszönhetően az épületek energiahatékonysága közel 30%-kal javult, ami jelentős megtakarítást is eredményez. A korábbi években, vagy még régebben voltak ilyen gyakorlatok, hogy a megtakarítást azt elvonták, jelen esetben nem erről van szó, ami pénzt megtakarítunk az ingatlanok működtetésével kapcsolatosan, az a pénz az itt marad a megyében, és ez lehetőséget biztosít a kormányhivatal számára is, hogy azokat a feladatokat, amelyeket el kell végeznünk, legyen szó további fejlesztések önerejéről, vagy pedig a munkatársainknak a megbecsüléséről, azt sokkal bővebb költségvetési keretek között tehetjük meg. A járási hivatal épületeinek energetikai korszerűsítése csupán egy része a Kisvárdán megvalósult hasonló beruházásoknak.
Az a jó és jellemző, hogy ez, hála Istennek, hogy az épületek szépülnek, ugye a magánemberek is elkezdték a városi épületet szépíteni, illetve hát a városnak is sikerült nagyon komolyan pályázni és nyerni 7 ilyen projektet, amiben az intézményeinket, iskoláinkat teljesen fel tudtuk újítani. A járási hivatal épületeinek a korszerűsítése, a dolgozók modern munkakörnyezetének a kialakítását, illetve a település és a térség lakosságának a hatékonyabb ügyintézését is szolgálja. 59 milliárd forintot átcsoportosított a kormány a határok védelmére. Erről Simon Miklós országgyűlési képviselő beszélt tegnap Szakolyban, a Nemzeti Konzultációs Fórumon, ahol Bitay Márton állami földekért felelős államtitkár is jelen volt. Az államtitkár kiemelte, a nemzeti konzultációban a magyar emberek véleményére kíváncsiak, és ha kitöltik a kérdőíveket, akkor migrációs kérdésben a kormány hathatósabban tudja képviselni a hazai érdekeket Brüsszelben. A soros terv kézzelfogható és fenyegető valóság, ezt pedig Dajs Tamás, európai parlamenti képviselő mondta Mándokon. Mándokon a lakossági fórum előtt tartott sajtótájékoztatón az európai parlamenti képviselő azt is kiemelte, az Európai Unió tagállamainak többsége az Európai Unió meghatározó intézményeiben tevékenykedő politikusok jelentős része láthatóan azért tesz, hogy a soros terv megvalósuljon. Dajcs Tamás elmondta, európai parlamenti képviselőként számos olyan európai bizottsági, az Európai Parlament által támogatott előterjesztéssel találkozott, amelyek még a soros tervben is túlmutatnak a bevándorlás kérdésében. A fideszes politikus szólt arról is, hogy a soros terv értelmében politikai szankciókkal és az uniós támogatások megvonásával büntetnék a migráns barát politikát elutasító Európai Uniós tagállamokat. Magyarországnak szuverén döntése, a magyar polgároknak szuverén döntése azt meghatározni, hogy kikkel kívánnak együtt élni. Nincs semmilyen jogi, morális és politikai alapja, hogy bármilyen Európai Uniós intézmény arról döntsön, hogy kikkel kell a magyar polgároknak együtt élnie, hogy olyan kötelező döntések meghozhatóak lennének, amelyekkel a magyar polgárokra, a magyar közösségekre, Magyarországra erőltethető, hogy bevándorlókat, illegális bevándorlókat Magyarországra kelljen és lehessen telepíteni. A kötelező betelepítési kvótával kapcsolatos népszavazás is azt a célt szolgálta, hogy a magyar polgárok a közeljövőnket alapvetően, a biztonságunkat alapvetően fenyegető kérdésben elmondhassák a véleményüket. Ez nagyon kevés uniós országban adatik meg az ott élő polgároknak. Nem ért egyet a kormány a nyílt társadalom gondolatával migrációs kérdésekben. Erről Szakolyban beszélt Bitay Márton államtitkár. Óriási nyomás lenne Európán is, ha évente 1 millió migráns érkezne a kontinensre, mondta. A nemzeti konzultációs fórumokon elsősorban a soros tervvel szeretnék megismertetni a hallgatóságot, hangsúlyozta. Szeretnénk világossá tenni a magyar társadalom számára, hogy itt miről beszélünk, nem egy álhírről beszélünk, nem egy kacsáról beszélünk, nem arról beszélünk, hogy valaki szeretne mindenáron egy politikai terméket futtatni, hanem arról beszélünk, hogy vannak tények, amelyeket érdemes megismerni, és tudni azt, hogy kinek mik a tervei ezzel kapcsolatosan. Egy konzultáció arra jó, hogy pontosan lássuk, kik azok, akik támogatják ezt a kormányzati politikát, kik azok, akik hajlandóak ebben részt venni, kik azok, akik nem csak hogy támogatják és hajlandóak részt venni, hanem a nevüket, aláírásukat adják ehhez a konzultációhoz. A fórumon szóltak arról is, 59 milliárd forintot átcsoportosított a kormány a határok védelmére. 2015 óta ugyanis a bevándorlókkal együtt terroristák is érkeztek Európába, illetve megnőtt a terrorcselekmények száma is, hangzott el. Helyben hagyta a másodfokú bíróság a kisléthai szülők büntetését. A nyíregyházi törvényszék másodfokú tanácsa helyben hagyta a Nyírbátori járásbíróság által 18. életévét be nem töltött személy sérelmére, a sértett sanyargatásával elkövetett személyi szabadság megsértésének büntette, kiskorú veszélyeztetésének büntette ügyében hozott ítéletet. K.I. és B.I. vádlottat a bíróság egyenként 6-6 év börtönbüntetése és 6-6 év közügyektől eltiltásra ítélte. A vádlottak élettársi kapcsolatban éltek Kislétán 5 kiskorú gyermekükkel. 2014 márciusában kérték, hogy az akkor 11 éves kislányuk magántanulóként fejezhesse be a tanévet. Az otthon lévő kislányt lakóházuk Spájzába bezárták, részére nem biztosították a megfelelő élelmezést.
A fűtetlen, világítás nélküli helyiségbe egy koszos matracot és egy bilit helyeztek el a sértetnek. A vádlottak a napi élelmezést és folyadékfogyasztást nem biztosították számára. Ennek következtében a kislány rendkívüli módon lesoványodott, elhanyagolt állapotba került. 2015. április 13-án kikiabált a Spice ablakán és vizet kért. Egy arra gyalogosan közlekedő férfi meghallotta a kislány könyörgését, és az egyik szomszéddal értesítették a rendőrséget. Megújult a Városi Rendelőintézet Nyíregyházán. A kisesztékára 125 millió forint támogatást nyert az önkormányzat. A beruházás költségeihez 58 millió forint saját erőt biztosított a város. A külső felújítási munkálatok mellett kicserélték a belső nyílászárókat, megújult az épület villamossági rendszere, telefonhálózata és energiafelhasználását napelemekkel korszerűsítették. Országszerte 77 kórházat újítottunk meg az elmúlt időszakban, és 54 rendelőintézetet, és köztük Nyíregyházát, hiszen nekünk ez nagyon-nagyon fontos, hogy a nyíregyházi lakosokra tudjunk vigyázni, az egészségükre és az egészség megőrzésükre. Itt ugye a prevenció is megmutatkozik ebben a rendelőintézetben, nem csak a gyerekek járhatnak, hanem tényleg a lakosok is igénybe vehetik a szolgáltatásokat. Ezekkel az adatokkal kezdte Szabó Tünde, sportért felelős államtitkár a Nyíregyházi Városi Rendelőintézet átadását péntek délelőtt. A beruházás a Nyíregyházi Egészségügyi Alapellátás Infrastruktúrális Fejlesztése című projekt keretében valósulhatott meg 68,3%-os Európai Uniós támogatással. Mondhatjuk, hogy kívülbelül teljesen megújult a kis STK. Ez a fejlesztés 183 millió forintba került, ami az 58 milliót a város saját erővel biztosított, a többit pályázaton nyertünk, és ugye ennek keretében teljesen megújultak a rendelők, ugye itt 12 orvosi rendelő van, itt működik az alapellátási igazgatásunk, 4 védőnő dolgozik itt, és itt van a sportorvosi rendelő is. Azért fontos ezt mondani, mert csak a fogászatra több mint 16 ezer ember jön egy évben, a sportorvosi rendelésre, ahogy a doktor úr most mondta, ez évben a 10 000-et át fogja lépni, tehát nagyon sokan jönnek ide, és hát amellett a 12 praxisnak a betegforgalma is több 10 000 per év, úgyhogy nagyon fontos volt emiatt is, meg amiatt is, ahogy kinézett ez az épület. A felújítások ideje alatt a betegellátás zavartalan volt, emelték ki az átadáson. A kis esztékában belső átalakításokat is végeztek, nem csak a külseje újult meg, a parkolója is. Az épület tetejére napkollektor került, ami nagyon fontos, hogy minden rendelünk, hál' Istennek, ugye klimatizált, ugye ez fontos lesz az áramellátásból. A nyílászáró kísérelésre kerültek, a padló burkolat minden rendelőben megújult, a új elektromos hálózat került kialakításra, új telefonszámot kapott mindenki, tehát saját telefonnal rendelkezünk, ez fontos, mert eddig mindig a kórházon keresztül kapcsoltak, internetszolgáltatás lett bevezetve, és hát gyakorlatilag minden más, ami a mindennapi kényelmet szolgálja a lakosság részéről, tehát a várótermi padokat lecseréltük. Én azt gondolom, hogy teljesen 21. századi rendelő lett. Ezen kívül pedig megrendeltek egy 21 millió forintos fogászati digitális röntgent is, amely várhatóan a következő hónapban érkezik meg. Virágkép című könyvéről is beszámolt a nyíregyházi közönségnek Kepes András. Részletek nem sokára, most azonban nézzük a további témáinkat. Mind a Nyíregyháza Spartacus felnőtt, mind pedig az U19-es csapata rangadót játszik a hétvégén. Eddig fele másan teljesít a nyáron szinte teljesen átalakult Balkány együttese a labdarúgó megyei első osztályban. Árokba borult egy fagyasztott halakat szállító hűtőkamion csütörtök délután a 36-os számú főúton Tiszavasvári közelében. A jármű vezetője súlyos sérüléseket szenvedett. A tiszavasvári önkormányzati és a hajdúnánási tűzoltók a szerelvényt áramtalanították. A sérültet kiemelték a kamionból. Író, újságíró, televíziós műsorkészítő és egyetemi tanár, ez mind egy személyben
Kepes András, aki csütörtökön Nyíregyházára látogatott. Mivé lett a Világ című előadása részben a tavaly megjelent Világkép című könyvéhez is kapcsolódik, amely 2016-ban a legkeresettebb hazai könyv volt. Sokak számára ismerősek lehetnek ezek a képek. A 2000-es évek elején az egyik legnépszerűbb műsor volt Kepes András Világfalu című magazinja. Az író, újságíró, egyetemi tanár több könyvet is jegyez. 2016-ban ővé volt a legkeresettebb hazai kötet. Tavaly a Libri Irodalmi Közönség díját is megkapta a Világkép című könyvéért. Ennek témája a civilizációk találkozásáról szól, ismeretterjesztés saját élményei alapján. Országjáró turnéja a Mivé lett a Világ címet kapta, amelyben arról is beszélt, hogy a civilizációk miben hasonlítanak, hogyan érthetik meg egymást. Rengeteg helyre hívnak, tehát akik olvasták a könyvet, vagy hallottak róla, vagy már régóta nem hallottak én rólam, azokat nyilván elkezdte érdekelni, hogy így személyesen milyen válaszokat tudok adni ezekre a kérdésekre. És ez direktben egyébként ez az előadás nem is a könyvről szól, hanem arról, hogy én hogy látom, hogy a világ milyen irányba harad. És talán az embereket egyébként az is megfoghatja, és ezért is nyitottabbak az emberek, mint ahogy azt általában feltételezzük, hogy nekem optimista válaszom van. A világ a technikai civilizációról szól, és csak azok a kultúrák fejlődhetnek, amelyek nyitottak erre a változásra, emelte ki Kepes András. Jelenleg két könyvén dolgozik párhuzamosan, egy regényen, valamint egy a Világképhez hasonló eszészerű köteten. Mind a Nyíregyháza Spartacus felnőtt, mind pedig az U19-es csapata rangadót játszik a hétvégén. Lucsánszky Tamás csapata a tabellán két hellyel és két ponttal előrébb álló Békés Csabát fogadja, míg a fiatalok az Újpest otthonában lépnek pályára. Pont nélkül tért haza az elmúlt fordulóban Ceglédről a Nyíregyháza Spartacus MB2-es együttese. Hiába játszott veszélyesen a Spari, 2-1-es vereség lett a túra vége. A hétvégén a legutóbb a Budaörssel X-elő Békés Csaba ellen javíthat Lucsánszky Tamás együttese. Könnyűnek cseppet sem ígérkezik a mérkőzés, a békésiek két ponttal és két hellyel előzik meg a szabolcsiakat. A találkozó talán rangadónak is nevezhető, hiszen a Békés Csaba a dobogóra is esélyes lehet a végelszámolásnál. Lucsánszky Tamás a pont hullajtgatások után végre pontgyűjtögetésbe kezdene, és bízik benne, hogy most már nem csak rögzített szituációkból és büntetőből szereznek találatot, hanem a veszélyes játék eredményességgel is párosulna végre. Sajnos azt látom, hogy nem találunk be most már hetek óta akcióból. Ezzel nyilván dolgozunk is, meg átgondoljuk, próbálunk rajta változtatni. Felállt védelem ellen nyilván sokkal nehezebb dolgunk van általában, most olyan ellenfelek is voltak, de ez nem az a hely, ahol magyarázni szeretném ezt a történetet. Nyilván be kéne találni, helyzeteink megvannak egyébként, tehát ha Kisvárda mérkőzésre gondolok, vagy akár most a ceglédi mérkőzésre, vagy a Csákvár mérkőzésen kihagyott helyzeténkre, bőven a helyzetünk ahhoz, hogy betaláljunk akcióból, inkább a koncentráció hiányzik. A Spari U19-es csapatának sem lesz könnyű dolga a hétvégén. A második helyen álló együttes a negyedik Újpest otthonába látogat, mégpedig a pontszerzés reményében. Ha nyernénk, illetve pontot szereznénk, akkor stabilizálnánk a helyüket, vagy pedig le tudnánk szakítani az egyik rangos csapatot. A Sparihoz kapcsolódó hír, hogy nézőszám tekintetében jelentősen előrelépett a Nyíregyháza Spartacus. Az őszi kézilabda, kosárlabda, vízilabda, jégkorong és labdarúgó mérkőzések nézőszámait összesítő rangsorban az átlagosan 2443 kilátogató szurkolóval a 8. helyet foglalja el a Nyíregyháza, megelőzve számos élvonalbeli együttest, az MB2-ben pedig a Szabolcsi megye székhely áll az élen. Eddig felemásan teljesít a nyáron szinte teljesen átalakult Balkány együttese a labdarúgó megyei első osztályban. A jelentősen megfiatalodott gárdánál nagy segítség, hogy visszatért az együtteshez a rutinos Igor Bogdanovics. A csapat edzőjére, Mirgai Lászlóra új kihívás is vár, hiszen a jövőben ő irányítja a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei amatőr labdarúgó válogatottat. A tavalyi szezonra nem lehetett panasz Balkányban. A megyei első osztály torony magasan, 22 pontos előnnyel az élen zárt a Mirgai László csapata, és a megyei kupa döntőjében is 4-0-ra verte a Baktalóránt házát.
Nyáron azonban teljesen széthullott az együttes. A bajnokcsapat csupán 4 játékosa maradt, és egy alaposan átalakult és megfiatalított együttes vágott neki az idei pontvadászatnak, eddig felemás eredménnyel. Én azt gondolom, hogy a fiatalok azt nyújtották, amit vártam. Tudtam, hogy hullámzó lesz a teljesítményünk. Ez így is lett, hiszen volt egy nagyon jó szériánk az elején, és volt a közepén egy ilyen sérülés hullám, ahol vissza is esett a csapat. Utána megint most feljövőben vagyunk, ott állunk a 8 és 10 között, 4 ponttal lemaradva a 6-tól, tehát a kieső zónától meg 7 pontra elhúztunk, tehát a fiatalok azt mondják, amit vártam, bár hozzáteszem, hogyha az a sérülés hullám nem jön be, akkor talán ott lennénk a 6. hely körül. Nyáron a távozók között volt a nagy rutinnal és javonalbeli múlttal rendelkező egykori debreceni játékos Igor Bogdanovics. A focista most ismét csatlakozott a Balkányhoz, tudása és tapasztalata nagy löketet adhat a csapat számára. Az együttes vezetőedzőjének pedig az, hogy egy új kinevezést is kapott. Főtitkár úr megkeresett és felkért az amatőr válogatottnak a vezetésére. Nagy megtiszteltetés számomra, és azon leszek, hogy ugye az eddigi jó eredményeket tovább folytassuk a válogatottal. Én azt gondolom, hogy jelen pillanatban még nem teljes a stáb. Igor Bogdanovicsot szerettem a pályaedzőnek, de a Debreceni Szövetség nem nagyon akar belemenni. A kapusedzőm az Imrő Laci, a Sényőnek a kapusedzője. Hát most természetesen, ha Igort nem engedik, akkor fogok keresni még egy pályaedzőt, és hát teljes messzélességgel azon leszünk, hogy minél jobban szerepeljünk, és az országos döntőre bejussunk. Az első megmérettetés december elején vár a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei amatőr labdarúgó válogatottra Hajdúböszörményben, az 5 megye tornáján. Az így győztes csapat jut be a megyei válogatottak pécsi országos döntőjébe majd. Most pedig híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer néhány mondatban. Éticsiga feldolgozó és fagyasztott tészta termékeket gyártó üzem alapkövét tették le Kisvárdán. A 6,5 milliárd forintos beruházással 300 új munkahely jöhet létre. A gyárban 100%-ban exportra termelnek majd. 110 millió forintból újult meg a Kisvárdai Járási Hivatal 3 épülete. A beruházások a megyei kormányhivatalt érintő 1,7 milliárdos energetikai fejlesztésekre szánt keretből valósultak meg. Kívül-belül korszerűbb, megújult a Nyíregyházi Városi Rendelőintézet. Az épület nem csak kívülről újult meg, belső átalakításokat is végeztek, valamint energetikailag is modernebb lett. A fejlesztés kapcsán egy 21 milliós fogászati röntgent is beszereznek. Mind a Nyíregyháza Spartacus felnőtt, mind pedig az U19-es csapata rangadót játszik a hétvégén. Lucsánszki Tamás csapata a tabellán 2 hellyel és 2 ponttal előrébb álló Békés Csabát fogadja, míg a fiatalok az Újpest otthonában lépnek pályára. Önök a Kölcsey Televízió híradóját látták, szombaton heti hírösszefoglalóval jelentkezünk, friss hírekkel pedig legközelebb hétfőn este várjuk majd önöket. Tudósításainkat elérik honlapunkon is. Én köszönöm figyelmüket kollégáim nevében is, viszontlátásra! Holnap változékony időre van kilátás, éjszaka egy hidegfront súrolja térségünket, amely mögött holnap napközben átmenetileg szárazabb levegő áramlik fölénk. Az előttünk álló éjszaka többnyire erősen felhős lesz, kisebb eső is előfordulhat, a délnyugati szél megélénkül. Reggelre általában 6 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap délelőtt csökken a felhőzet, és néhány órára kisüt a nap, majd estétől ismét erősen megnövekszik a felhőzet. Eső, zápor a reggeli órákban várható. A nyugati szél gyakran lesz élénk, időnként meg is erősödhet. Délutánra 10 fokig emelkedik a hőmérséklet. Eleinte hideg, majd holnap napközben már gyenge melegfronti hatás lesz érezhető térségünkben.
Vasárnap a szakadozott felhőzetből kezdetben csak elszórtan valószínű csapadék, majd estétől nyugat felől egyre több felé elered az eső. A borult égből hétfőn is várható még csapadék, helyenként jelentős mennyiség. Kedden még sok lesz a felhő, de a csapadékzóna távozik térségünkből, és a jövő hét közepén már több órára kisüthet a nap.